Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, eltelt két hét, tehát itt van újra a Tapsrend. Egy egészen exkluzív környezetből köszönthetjük Önöket, egy igazi színész étteremből, majd az is kiderül, hogy kinek az étterméből, de előtte még elmegyünk egy kicsit Pécsre, elmegyünk Szegedre, és utána pedig a végén Nyíregyházán kötünk ki, és beszélgetünk egy egészen hihetetlen, fantasztikus művésszel, Mészáros Árpád Zsolttal. Következő rövid kis bejátszónk a Pécsi Nemzeti Színházból, egy igazi vígoperáról szól, a Szerelmi Bájtal. Rendezte Nagy Viktor. Londonban hely van, számos utca, és minden utcán több sarok, és ott a sarkon, hát el tudjuk képzelni, hogy mi van a sarkon, de a Szegedi Nemzeti Színházban viszont Bab Herceg van, Ács János rendezésében, egy igazi nagy operett, Huszka operett, úgyhogy tekintsünk is bele. A pénzed nincs, iszolj nyelve, enyém a legszebb lány szerelme, enyém a legszebb bózaszág, enyém a rász a bózaszág. Hogy van, Pomponius? Az mindig van. Ám itt ma délelőtt esketik klumpudinggal a borbéjjal. Hála a teremtőnek! Nem tűröm! Nem lehetne ezt elhalasztani? Más dolgokban! Na de Herceg! A trónörököse évszázadok óta Enapon veszi át őseink dicső kardját, és Enapon választ a hitvesül királyi kertünk! Legszebb rózsaszálát! A rózsán sokat ő is. Borokat válogattam az ünnepi vacsorához. Nem, még este elkezdtem, csak kicsit elhúzódott. Köszönjük, hogy fáradozik az ünnepség pompáján. Igen. Pomponius, segíteni kellett. Meg kell érteni a világban, hogy a dinasztia érdekében házasságot kell kötnie Viktória hercegnővel. Igen. Viktória? És a királyfi? A királyfi belehalna a boldogtalanságba. Téved. A boldogtalanságban csak a közép hal bele. Bik-Bik a nevem! A leghíresebb borok kocsmárosa vagyok. Ó, rólad már hallottam. Te vagy, aki vizet tölt a borba, ugye? Jól mondja, tábornok úr, a fele víz. Gypsy, pékmester. Gypsy, aki krétával hamisítja a lisztet. Másztam el én ezt a pénzt, orvosra kellett. Pitty Gypsy, ki az? Az arca egészen bobormi. A király. Kegyelem! Magam is hallottam, hogy egy fiatal legény járja a város utcáit, aki nagyon hasonlít rám. Na de kisoda ez a bobormi? Ez egy kötekedő, részeges, csavargó, semmiházi szakasztott mindenséget. És mit követett el ellenet? Szerelmes a mennyasszonyomba az ember. Csak azt érzem, hogy milyen jó, ha egy lány szerelmes. Thank you.
Hölgyeim és uraim, tartozom egy vallomással. Ha jót akar, dolgozzon mással. Jó. Apád nyomdokaiba léptél. Reméljük, nem csak ebből meglátjuk. Kénygyáros lettél. Lényegben a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Ujj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 j
barátaim. És akkor a legrosszabb poén, Mészáros Árpád Zsolt színművész a vendégem. Igen, nem. Szervusz, szia Árpi. Szia. Mészáros Árpád Zsolt. Nyíregyházán, neked több kötődésed is van Nyíregyházához, de most valamit bemutattatok, ha jól tudom, Ankónai szerelmesek 2. Így volt? Így volt. Jó, de erről majd beszélgetünk később. De így volt. A lényegben a lényeg. Így volt. Ha azt mondom, hogy anyaszínház, akkor te egy kicsit vacilálsz a lelked legmélyén? Igazából vacilálni tudok, hiszen két meghatározó színház volt az életemben. Az anyaszínház ugye az első szerelem. A másik anyaszínházam az Operett Színház, ahol közel annyi időt töltöttem már el. Tehát mind a kettőnél, ugye 25 éve vagyok a pályán, az egyiknél voltam körülbelül 10 évet, 12-t, és a másiknál is. Én azt gondolom, az Operett Színháznak köszönhetem meg, hogy azt, amit alapjaiban megtanultam és leraktam vidéken, azt itt kamatoztatni tudtam, hiszen az Operett Színház hozta meg azokat a siker szerepeket, azokat a nagy volumenű előadásokat, amiben esténként 1000 ember látott, tehát az már egy hónapban is 10 000 ember, ha csak 10 előadás volt. Nyíregyháza, mivel kisebb színház, vidék az egy kisebb, az egy egészen más ismertséget, vagy másfajta dolgot adott, ami nem tudnám összehasonlítani a kettőt, mivel mind a kettő nagyon fontos, és azt gondolom, az egyik a másik nélkül nem működne. Persze már jól ismernek, kivéve ön, kisasszony, de ön vessen magára. Ugye egy vidéki színházban, Nyíregyházán te játszottál zenés darabot is, de elsősorban talán prózai szerepeket csináltál. Nem volt nehéz otthagyni és csak zenéseket játszani, hiszen most tulajdonképpen operettekben és musicalben szerepelsz elsősorban. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos korszaka volt az életemnek, hogy egy prózai színházba kezdhettem. Azt gondolom, hogy az alapja annak, hogy egy musicalben tudjál úgy énekelni és úgy beszélni, vagy úgy közölni egy dalon keresztül valamit, annak az alapja ugye mindennek a próza. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos szerepet játszik az én munkásságomban, illetve az én munkás szakaszomban, hogy prózai színháznál. Az, hogy én az énekre váltottam, annak is megvolt egy oka. 97-ben ugye úgy volt a betegségem, akkor volt egy saját vállalkozásom, kollégákkal hoztuk létre a Napfolt produkció, ami a mai napig is működik, és a Városháza udvarán vagy a Szabadtéri Színházban minden nyáron bemutatunk egy-egy előadást. Tavaly is volt kettő, most is lesz. És igazából ott az első munkánk, az a Rémségek kicsiny boltja, aminek a főszerepét én játszhattam, a Seymourt, ami egy nagyon nagy élvezet volt számomra, hogy belebújhattam egy musical szerepbe, és nagyon sok érzelmi dolgot nyitott meg bennem, és nagyon sok olyan fajta érzést ápolt, ami által azt mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni, ami ez egy nagyon jó, ez egy nagyon, nagyon sikeres műfaj. Hát abban a pillanatban kiderült ugye, hogy én daganatos vagyok, és ez az egész, mint hogyha egy jel lett volna, és amikor megműtöttek és elkezdte felépülni, én ott határoztam el, a beteg ágyamon határoztam el, hogy én énekes leszek.
Beszéljünk akkor most konkrétumokról. Ankunai szerelmesek 2, közel 10 év után, vagy több mint 10 év után mentél vissza Nyíregyházára. Volt egy Ankunai szerelmesek 1, ugye egy nélkül, és most az Ankunai szerelmesek 2. Igen, hát ez egy nagyon fontos időszak volt az életemben, hiszen a Nyíregyházi Színház is elkezdett szakosodni a zenész színházhoz, a populáris zenész színház felé, de megtartottam maga a kis művészi mi voltját, meg a prózaiságát. Emellett több musical, meg zenés darabban, akkor már nekem is több munkám adódott, mint idézőjelbe vett fővárosi művész, amikor hazamegy a szülővárosába. Ez nekem nagyon tetszett, ez a titulus. Annál is inkább, hogy az Ankunai szerelmeseknek nagyon sok mindent köszönhetek. Köszönhetem azt, hogy elkezdtem egy olasz tanárral énekelni, tanulni olaszul, és ez egy nagyon jó dolog volt, hogy az olasz nyelvet valamilyen szinten, nyilván nem tudok olaszul, de valamilyen szinten akár az éneklésem belül el tudtam sajátítani. Olyannyira, hogy 2007-ben a megjelenő lemezemen is létre tudtam hozni azt a dalt, ami édesanyámnak hoztam a legnagyobb örömet, a Inginokio de te, a térden állva jövök hozzád, a Ritornero, amire állítólag azt mondja a legenda, hogy a 70-es években született gyermekek többsége erre a dalra fogant meg, ez szólt a hálószobákba, illetve a rádióba. És amikor ennek a lemeznek a idézőjelbe vett sikerének köszönhettem azt, hogy felhívott egy impresszárió, egy külföldi menedzsment csapat, és azt mondták, hogy jön a Gianni Morandi Magyarországra, és itt lesz egy nagy koncert, és hogy azt szeretnék, hogy a Margit-szigeten én legyek a meghívott sztárvendég, mint magyar előadó, és ezért ki kellene mennem Bolognába, a Gianni Morandival megismerkedni, akkor azt mondtam, hogy ez már a kész átverés kategória, tehát ezt már nem hiszem. Úgyhogy ezt is az Ankunai szerelmeseknek köszönhetem, hiszen az Ankunai szerelmesekben volt ez a dal. Miről szól az Ankunai szerelmesek 2? Mert hogy ez egy teljesen új zenés, színpadi mű. Milyen meghatározása Ankunai szerelmesek 2-nek? Hát komédia, zenés, szórakoztató, örüljünk együtt a rendszerváltásnak komédia. Igazából arról szól, hogy egy Balatonon megjelennek az olaszok, akik sokkal nagyobb pénztárcával és sokkal nagyobb temperamentummal rendelkeztek abba az időbe is, mint a 89 vagy 90-ben élő honfitársaink lent a Balatonos. Tehát sokkal gavallérabbak voltak, és ahogy találkoztak ezzel az elvtársozással, és találkoztak ezzel a fajta, ennek a rendszernek a maga sajátosságával, és hát ennek meg annyi bájával és meg annyi vicces helyzetével. Úgyhogy valami ilyesmi van kihozva, tehát nagyon sok prózával van feltöltve, nagyon sok aktuális dologgal van feltöltve, hiszen nem egy ilyen politizálós dalab, meg nem egy ilyen, azt gondolom, hogy nem a politikáról, hanem magáról a rendszerekről szól, és magán a rendszereknek az összehasonlításáról, szerelemről szól, a bohémságról szól, a túlfűtött vágyakról, ami már egy kicsit lankad egy idősebb korban, hiszen én is már egy 2 gyerekes családapát játszom benne, aki, mint a végén kiderül, hogy egyszer Pescárába járt és összeismerkedett egy Una ragazza ungherese magyar nővel,
és hát abból fakadóan lett egy magyar, egy félvér gyermeke, ami ott derül ki a Balaton. Szóval nagyon sok őrület van. Én azt gondolom, hogy nagyon bájos és nagyon nem egy szakmai sűrűségű darab, hát nem egy mély csehovi mélységű darabot kell elképzelni. Egy nagyon könnyen felfogható, ám bár nagyon tekervényesen szövegényesen. De mindenképp nagyon szórakoztató. Mindenképpen nagyon szórakoztató. Milyen volt a próba folyamat, így 10 év után ezekkel az emberekkel? Milyen volt újra találkozni? Mindenféleképpen nagy élmény volt, hiszen eltelt 10 év, volt olyan kollégám, akivel nem találkoztam azóta, mióta az utolsó előadás megvolt, az Ankódai Szerelmesek egyből, és hát egy más hazamenni. Tehát az első próba nyilván úgy volt, az első összpróba, hogy találkozol Egyed Attilával, akkor mi történt vele, Slanger Andrással, aki igazgatóm is volt, vele is azért rajta is meglátszik az a pár év, ami eltelt, az a 10 év. Szóval mindenkinek megment az élete, és mindenki tele volt élménye, úgyhogy az első próbákon nem is nagyon tudtunk próbálni, mert hogy na és akkor mi újság veled, és gyerek, és mindenki egy nagy beszélgetésbe behoztak új fiatal szereplőket, akik ámultan nézték azt, hogy igazából prózai beállítottságú meg diplomájú emberekről beszélünk, hogy ámultan nézték, hogy hogy lehet ilyen könnyedséggel és ilyen szórakoztatóan próbálni, mint ahogy a kollégáim a Tasnádi Csaba vezetésével próbáltak. Tehát voltak tényleg olyan jelenetek, és akkor te ezt át tud élni, amikor az lesz, hogy ne, hát már röhögésbe fulladt az egész próba, menjetek ki az öltözőbe, és próbáljátok ki magatoknak, és csináljátok meg magatok, és ha kész vagyok, hogy gyertek. És gyakorlatilag visszajöttünk, egy teljesen más, egy olyan őrült, egy olyan hátulról jövős jelenetet csináltunk meg, amire azt mondta Csaba, verdes a térdet, hát ez nagyon jó, ez legyen és az marad. Szóval nagyon, nagyon szabad kezet kaptunk. Én azt gondolom, ez egy jutalomjáték volt mindannyiunk számára azonnal. És remélem lesz Ankónai 3. Tudom, most viszont egy egészen különleges dátum felé közelítünk, itt a közeljövőben, amiben 2 szám is nagyon ott van, a 40 meg a 25. Szóval hogy jön össze ez a 2 szám, és miről is beszélgetünk tulajdonképpen? Hát ez látszik, hogy 25 éves vagyok. Így van, és 40 éve vagy 40 a pályán. 40 éve vagyok a pályán. Hát, hogy idén leszek 40 éves, 23-án kisebb csecsebecséket majd az asztalomra tudod az öltözőbe, úgyis egymás mellett öltözünk, és 25 éve vagyok a pályán ebben az évben, pontosan novemberben, és azt gondoltam, hogy egy olyan fajta, nem koncertet, egy olyan zenés estet hozunk létre, egy olyan, amiben megpróbáljuk ezt a 25 évet valamilyen szinten összehozni, egy 4 állomásos koncertturné, nem koncert, egy zenés est és show turnéja lesz ennek az egésznek, ami ezt a 25 évbéli szereplőket, helyszíneket, nagy sikereket, meghatározó pontjait az életemnek próbálja összevonni. Ez a közel 4500 előadás, ez a közel 8000 pár cipő, ahogy édesapát szokta felkonferálni. Nem tudom hány főszerep, címszerep, és ezeket most számoljuk össze, hogy ez nagyon nehéz összerakni, de egy nagyon, nagyon szép dolog.
tegnap este is egy kicsit el... Tegnap este például teljes mértékben, amikor ezen dolgoztam otthon, és válogattam elő a 10-15 éves, meg 20 éves fényképeket, szerepeket, és néztem, hogy voltam, amikor kicsit úgy elkomorodtam, és így lecsaptam a laptopot, és azt mondtam, nem csinálom tovább, mert olyan hamar eltelt ez a 25 év. Olyan hamar eltelik az idő, hogyha dolgozunk meg, hogyha mégis olyan... Kicsit rám tört ez a 40 év vesség, hogyha az átlag életkort nézem, és Magyarországon ez sajnos eléggé gatya, mert hát, hogy 65 éves korukban, meg 70 éves korukban el kell, hogy köszönjünk a férfi társadalom atyaitól, akkor azt mondom, hogy még van 30 vagy 40 év, akkor nagyon bele kell húzni, hogy itt nagyon rendbe kell rakni mindent, és ezt jobban érzem, mint 39 évesen, vagy mint 38 évesen éreztem. Egy kicsit olyan felelősségteljesebb ez a dátum. Én akkor nem maradt más hátra, mint hogy azt kivegyem neked, hogy hátra lökjelek most, és akkor ezen ne kelljen tovább aggondjál. Nem, hogy akkor a 80-at. 80. születésnapodon, hogyha majd egy csinálsz egy ilyen jó kis 65-ös, 65 éve a pályán, azon szívesen föltollak majd a dolgozékbe. És a 80-on, hogyha még akkor is a pályán leszek, akkor 50 éve leszek a pályán? Nem, 65. Ó, de jó. Jó, jó az a gyerek. Nagyon gratulálok, és boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy velem voltak, hogy itt voltak ma, hogy néztek minket. Ez nekünk nagyon-nagyon fontos, ugyanis éhes vagyok. Önöknek ugyan alvásidő következik, nekem viszont ebédidő. És mivel éhes vagyok, enni fogok. És ha már egy színészétteremben vagyunk, akkor rendeltünk enni. Nagyon jót, állítólag. Úgyhogy én most megeszek. Eszem, mert ugye M van a végén. De két hét múlva reméljük kevésbé éhes leszek már, amikor itt találkozunk újra. Mert lesz tapsrend. Két hét múlva. De most én eszem. Önöknek meg jó éjszakát. És jó étvágyat nekem. Maguknak is azt, ha majd esznek. De most jó éjszakát.